Tehát, mi a Kabala Tanulók című könyvből olvasunk, mondják az oldalszámot, bevezetés a Kabala bölcseletébe, a 34-es pontot fogjuk olvasni, kérdéseket föltenni, kaptévén keresztül a kiváltott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Kabala Tanulók című könyv, bevezetés a Kabala bölcsességébe, válha Szulámtól, vagy csak tiha. 34-es pont. Ezzel értelmezés nyert, hogy az nimi a belső fény és a körülelő fény, az or makif, noha működésük ellentétes irányú egymással, mégis mindkettőjük összekötetésben áll a szűrővel. Mert, hogy amikor a részt a szűrő a párcuf belsejébe áramoltat a felső fényből, a visszavert fény által, ahogy azt mondtuk, amely felöltözteti őt, egyben a másik oldalról ennek arányában megakadályozza, hogy a körülelő fény a párcufba beáramolhassék. Mivel, hogy a körülelő fény, Kívülreked, fény mennyisége irtózatosan nagy, méghozzá azért, mert a szűrő megakadályozza, hogy ez a párcufban áramoljon 32-es pont, amely azután történik, hogy, amely miatt aztán az történik, hogy miközben a belsőbe akar öltözni, az őt eltaszító szűrőre hatalmas csapásokat mér ez a külső fény. Ezzel ellentétben a szűrőben lévő úgynevezett vastagság, aviút és keménység kíut képviselte erő a párcúf belsejébe kívánkozó körülfénybe fénybe csa, üt, és az útját állja azáltal, hogy ez az egymásra való csapás idején a külső fény nem engedi belépni a parcukba. Ezeket a csapásokat, melyek során a, a körülelő fény és a szűrő aviút vastagsága egymáshoz ütődnek, a körülelő fény és a belső fény között egy tusakodás lép föl, ezt hívjuk bitusnak, mindazonáltal ez a bitus harc csak a párcúf testében, gufjában játszódik le a belső fény és a külső között, ugyanis a helyzet az, hogy a fény az edénybe áramlik, és a, a, belső fény az edénybe áramlik, a körülő fény pedig kívül marad az edényen, egyedül csak a, és ez egyedül csak a párcúf testéről mondható el ez az állapot. Mert hogy a fej, azaz a rossz, tíz firájában ez nem játszódik le, ugyanis ott nem találkozhatunk ezzel a bitussal, a külső és a belső fény harcával, mert miután a visszavert fény ott még nem tekinthető igazi edénynek, csak amolyan csíra állapotú klí klínek, ezért a benne lévő fény még nem minősül valódi belső fénynek. Ennél fogva a külső fény, ez a körülő fény szintén nem különíthető el a rossz tekintetében, és minthogy még nem különbözhető meg a belső és a külső fény, Ezáltal olyan jelenség, hogy a belső és a fény egymásnak feszüljön, a fej 10 fírája esetében nem említhető. Kivéve csak azután, hogy a fények már a pektől lefele, a test 10 fírájába áramlanak, mert hogy ott a fények beöltöznek az edényekbe, azaz a pechtől lefelé elhelyezkedő 10 fírába, ahol az edényben lévő belső fény és a párcufon kívül maradt körülelő fény között ütközés keletkezik. Na menjünk tovább, vagy... Értitek? Na, olvassak-e még egyszer? Tehát még egyszer 34-es. Tehát... Tehát, ezzel értelmezés nyert, hogy a belső fény, orpnimi és a körülő fény, orp nimi, or uh, makif, noha ezek működések ellentétes irányai egymással, mégis mindkettőjük összekötetésben áll a szűrővel, az edényen. Mert hogy amelyen részt a szűrő beenged a parcuk belsejébe a felső fényből, a visszavert fény által, mondja, tehát próbáljátok meg ezeket a szavakat érzésekbe önteni, hogy mi az orpni mi, mi az ormakif, mi a belső fény, mi a körülőfény, mi a szűrő. Ugye nekem van, az orrom előtt van egy kép, és megpróbálom látni, hogy mennyit tudok megkapni annak érdekében, hogy adakozzak. Ez a belső fény. Tehát ugye ezt meg tudom kapni, azt nem tudom megkapni. Tehát biztosnak kell lenni abban, hogy én mindig az, a teremtő érdekében teszem mindezt, és, ezek a, ez, bizonyos dolgokat pedig nem tudok a teremtő érdekében használni, ezek ott abban nem tudok fényt fogadni. Tehát bármit, amit megkapok az adakozás érdekében, ezt nevezzük toknak, ugye itt van a parcuf. Ez a, tehát ez a tok, amit most, és az, ami a tokba be tud áramlani, az a belső fény. Amit nem tudok megkapni az adakozás érdekében, az kívül marad, azt hívjuk az kívül marad, az a körülelő fény, ez a hatalmas szürke cucc, amit a rajzolt az a körülelő fény, ugye az or makif. Körülelő fény, ez kívül marad, mert nem tud belépni a parcokba, mert nem tudom használni az adakozásra. A középső és az a, az a, és az egy, az orp ez or, hatalmas fény, iszonyatos erejű. Tehát, ha mi így rajzoljuk a malhutot az a belső fény, ez a vékony piros vonal, amely leereszkedik a centrumba, az összes többi az a or makif. Tehát a, ez a toh, ugye ez a, az a vonalon belül lévő terület, az az Nimi, és az a toh rész, vagyis a parcoknak a közepe. Ugye, ahol még lemegy a fény alulra. Scott Angliából kérdezi, és nem tudom ki, Ejládból, Timur, Szentpéterváról, mindannyian azt kérdezik, hogyan érzi valaki ezt a bitust, tehát a Pnimi és a Makifa körülölő és a belső fény közötti harcot hogyan érzékeli? Az életben van ilyen? Hogy ne lenne magyar? Hát ott, vagy, vegyünk egy barátot, meghívom, és és elkezd az egyik... Tehát milyen, hogy egy, mennyire fogadja el a másikat, mit tud adakozni egyik a másiknak, ebben megjelenik a körfény és a belső fény. Floridában kérdezi Ray, hogy... De miért nincs a rost tízférában ugye ez a csapkodás? Azért, mert az még nem edény. A rost még nem edény. A rost, az csak egy gondolat, az csak a edénynek a forrása. Ez egy döntés van a rostban, a parcuforosában, tehát ott nem tudok megszerezni, mert az nem vágy. Akkor hogy lehetne bitus? A fény nem tud igazán beleülni. Tehát... Tehát ez nem jelent semmit, hogy én tudok gondolkodni, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. Ez a rossz, ez a parcofnak a rossa. A gondolata az adakozásnak. A szándéka. Tehát a gondolatot meg tudjuk ragadni, de ennyi a spiritualitásban, ha én a megszorítás után vagyok, és én a tintum után, a megszorítás után mindenféle számításokat végzek, hogy én mennyit tudok megszerezni, és mennyivel tudok jót okozni a teremtőnek, az, hogy mennyire tudok hasonlóan válni az ő adakozásához, nyilvánvalóan ennek megfelelően kapok én fényt, és ezt így Orp Niminek. De hát ez a rossz csak egy számítás végez ehhez. Tehát nekünk meg kell tudnom különböztetni, szét kell tudnom választani a valaminek az elvét és a megvalósítását. Tehát, hogy mennyit tudok megkapni a tokban, a test belső részében, ez nyilván oda már vágyak kellenek. Tehát én, a teremtő mindenféle kitöltést akar nekem adnom, de tudnom kell, hogy milyen fajta kitöltés és milyen intenzitással és milyen módon euh, tudok befogadni a tok részébe, a, a parcuk testébe. Tehát a ross az megkülönböztetéseket hoz, de a tok euh, euh, szempontjából, De én nem nagyon tudok itt hibát véteni, hogy ezt mind, megvesz, mind fogom, mert mindet az alkotás érdekében használom föl. Mert akkor a, a guffa test azt érzi a parcuba, jó, ez remek, hatalmas mennyiségű fényt kaptam mert akkor elveszteném a fejemet idézőjelben, hogyha, hogyha a guff mondaná meg, hogy mennyit kell befogadni. De ilyen dolog nincsen a megszorítás miatt. Tehát csak a visszavert fény, a... tehát amire azt mondom, hogy ezt visszaverem, mert ezt nem tudom használni, annak megfelelően kapok fényt a parcukba. Tehát a roson keresztül csak olyan edényeket tudok felépíteni a visszavert fényen keresztül, amik a számításhoz kellene. És ezek a számítások bár a rosszban történnek, ugye először a nefes szintjén, aztán a ruhán, tehát mindig a, ne a könnyebb edényektől haladok a korrekcióval a nehezebbek fele. Magyarul, ahogy haladok előre, egyre nehezebb dolgokkal kell szembesülnöm. Benci. Hogyan működik a parcuf? Tehát mi tudjuk, hogy először jön az érzelem, utána pedig... Tehát, az, Tehát akkor az érzelmeket csak akkor érezzük, amikor beáramlott a fény. Rab tehát azt a parcufot, amelyikben nincsen feje, az az embrió, ugye? Az a, fit, az a fitus. Tehát amikor megjelenik a, a a rosa, az nyilván azt tud a felsőhöz tapadni, ezt hívjuk katnot állapotának. Tehát az, amiknek van, van feje, az, amik, az a katnot állapotában lévő parcuf. Tehát aki képes adakozni, az pedig már a nagynak nevezik a gadló állapotának. De az Ensoft ugye a partus mindig a, először a, a fetus állapotában, tehát a magzati állapotban kezdődik, és úgy jut el a gadotik. Tehát ha helyes módon akarjuk ezt értelmezni, akkor mit jelent ez érzelmileg a megragadása? Nem. Az értelem és az érzelem mindig együtt hatolni, együtt halad. Nincsen -e, hogy egyik a másik nélkül van. Tehát nagyon ne, nagy ez nehéz ezt megérteni. A szív hogyan működik? Tehát ha valakinek van egy vágya, utána mindig megjelenik a számítás is és a gondolat is. A vágyon belül. Tehát a vágyon kívül nincs semmink. Tehát a fej is egy vágy, a ros. Csak a számítások miatt nevezzük ezt úgy, hogy ros. Ez az edénynek a gyökere. De de valójában nincs hogy ros. Ez ugyanaz a megszerzési vágy, mint ami volt. Csak a vágynak ez a része így működik, mintha egy ros lenne. Oké, de akkor hogyan lehetséges az, hogy a rosban nincs orpnimi, meg ormakif. Tehát, hogy nem kapcsolódnak össze. Tehát a guvban, a testben a partjuk testében pedig összeütközik ez a két fény. Még egyszer. Tehát, hogy lehet az, hogy a fejben nem csap egymásnak a belső fény és a fény Hát, mert nincsen belső fény és körülfény. Tehát, itt ez csak egy számítás. Tehát, én mondjuk látok egy játékot, és olyan azt gondolom, hogy ezt fogom tenni, vagy azt fogom tenni, vagy ezt nem fogom tenni, vagy azt fogom tenni. Nem teszem meg a gyakorlatban. Nem kell, hogy egymásnak feszüljenek, mert ez a hely, nem történik meg ezek a dolgok, csak a számítások történik meg. Tehát itt, itt születik a tudatosság. Tehát a rosban, tehát hogy ugye, hogy mekkora örömet fogok érezni majd a, a, a testben, ezt nem érzi. Én, ott van a kaja előttem, egy részét kiszámolom, mit tudok elfogadni, de még nem harapok bele. Tehát bennem történik majd valami, hogy egy részemet ki tudjam tölteni, egy részemet nem. Tehát, hogy mekkora hiányom marad, mekkora örömöm marad, mekkora ez, mit fogadhatok el, ezt számolom ki. Ezen tudok gondolkodni. És az, ami, ami üresen marad, ugye ez a, ugye nyilvánvalóan hogy ez, utazza, ez okozza majd a bitust, hogyha van egy edény része, amiben már nem engedek be fényt. Mert akkor a, a fény, ami beszeretett volna lépni, az ütni fogja azt a hártyát, amivel kiszorítottam, azt a szűrőt. De ami üres, az üres. Ott az üres vágyaknak az éhezése, az megmarad. Tehát, ugye, és a, ezt az ürességet ki kell töltenem valamivel, ezt fogja kitölteni a haszadi. Oké, okay, akkor valóban félreértettem, hogy mi a rossz. A rossz az, az a, előre kiszámolja a folyamatot, nem? Hogyan, mondja Rav? hogyan? Mert hogyan lehetne másképp? Hát ha nem számolnád ki előre ezt, akkor nem... Az edénynek a gyökere az mindig a keterből indul ki, és a keterből minden be van foglaltatva. Az a potenciál. Oké, okay, de akkor a kapcsolat csak akkor válik élővé, amikor mindenki van számolva, és megfelelően kötődnek össze ezek a cselekedetek. Nem, ezek az érzéki különbözetek. Ezek azt is jelzik, hogy nincs más lehetőséged, mint hogy ezt euh, megérted. Tehát mondok, te is mondhatom. Tehát ha én végigmegyek ennek a számításnak megfelelően a rosszba, tehát még ha meg is szerzek az adkozás érdekében, később persze meg kell tisztulnom még ettől is. Tehát előre olyan, mintha előre tudott lenne minden. Na de, na de akkor egy fejlődés van, nem ismert minden előre. Igen, de a spiritualitásban a legfontosabb dolog mindig a cselekedet. Tehát figyelj, magyar! hogy ha én megszerzek az adakozás érdekében legalább egy grammot, és akkor meg kell tennem. Nem kell figyelembe vennem, hogy később mi fog történni. Ha most meg tudok tenni egy grammot az adakozás érdekében, most meg kell fedeznem. Mert később majd egy új formában megjelenik ez. Tehát nem azt kell mondani, hogy ó, oh, később még ez jobb lesz, akkor majd dokoskodok, akkor még több bölcs, bölcsességem lesz, és még nagyobb cselekedetem akkor most nem teszem meg, majd megteszem holnap. Ugye ez veszélyes. Tehát az embernek, amit meg tud tenni, meg kell tennie. És ezáltal kapsz új értelmet és új erőt. Világos, mondja Benzi. Akkor hogy működik a parcuf, ahogy mondta? Tehát amikor van itt egy bölcs aki kiszámolja azt, hogy ez jön be, ez megy ki, de akkor ez nem ezen a módon működik. Te kérted, kérdezted, és erre nincs válasz. Tehát belül bejön valami, kimegy belőled, és hogy mi történt benned közben, ez a lényeg. Csak te érezheted, ami benned történik. És ez semmilyen magyarázat nem fog neked segíteni, csak az, ha ez megtörténik, hogy bemegy, meg kimegy. Hogyan történt az meg, hogy a szűrő alulról felfelépül fel? Egyet, hogy tud ez megtörténik? Hát az enszof az malkutjából ragyog a fény rád, és ezért a Malkut eldönti, hogy adakozni akar, de a kezdetében gyakorlatilag a fény fogja a szűrőt felépíteni. Tehát ő minden meg tud szerezni a fényből, mert a fényben minden benne van. A fényben minden benne van, a szűrő is. Akkor a Malkut eldöntő, hogy megszorítja magát, tincuma lesz, és aztán eldöntő, hogy szűrőt akar, és akkor a szűrőt megszerzik. Az elutasításnak az erejét. Az elutasítás erejét is a fényből szerzed meg. Tehát neked csak az. Tehát az ima azt jelenti, hogy fölélemelkedsz a hiánynak, és kéred a hiánynak a beteljesítését, a okos betöltését. Ez a különbség az emelkedés és a süllyedés. Tehát ebből a világból való felemelkedés és ebből a világból való között, és a spirituális süllyedés és emelkedés között, hogy mi az imát előzőleg emeljük föl, tehát mikor megjelenik a, a szükséglet arra, hogy elemezzünk valamit, és ezáltal fölemelünk egy újfajta vágyat, és a minden felülről lefele ki tudjon terjeszkedni az alul, meg kell teremteni a helyét ennek. Tehát nekünk kell stabilizálni a vágynak a helyét. Tehát nem a, a, a semmiből való létezés az a teremtményhoz létre, ilyen dolgokat, mint a szűrő, hanem egy új... Tehát a teremtőre való belső elkötelezettségünk által tudjuk kérni azt, hogy tárja föl bennünk a hiányát a teremtő önmagának. És felülről, amit még kapunk, ugye a gágatápszak fénye van, ez a teljesség, ugye, amely kiterjed felülről lefele, ez nem probléma, de amit még kapunk, azt meg tudjuk kapni, de minden csak úgy, hogyha megfelelő módon felismerjük és kérjük. Ezért mondjuk, hogy felülről lefele, Valóban döntéseket kell hoznunk, és látnunk kell, hogy mi terjed ki. Minden azért van ott, hogy használd, ezt kapod meg felülről. Még kérdés? Na jó, akkor még olvasunk. Tehát az ornak, hogy kimarad, az, az óriási, és még az azért, mert a szűrő megakadályozza a párcok a, a fény, és az úgy tekinthető, hogy ez hatalmas csapásokat néz a szűrőbe, hogy bele tudjon lépni a párcuba. Ezzel szemben a szűrőben lévő vastagság, aviut és a keménység, kásiut képviselte erő a párcú belsőbe kívánkozó külső fénybe, vagy körülött fénybe üt, és útját állja azért, hogy a felső fény ne tudjon belépni. Ezeket az összeütközéseket, amelyek során az átfogó fény, vagy körülő fény, és a szűrő, avjút vastagsága egymáshoz csapódnak, egyfajta tusakodás jön létre a fény és a szűrő között, és ezáltal a párcúf testében, gufjában lejátszódik egy ilyen fajta csata a fény és a szűrő között, ugyanis az a helyzet, hogy a fény az edénybe be tud áramlani, azt belső fénynek nevezzük, a körülő fény pedig a kívül marad az edényen, és ez kizárólag csak a parcuf testében említhető ilyen módon meg. Mert hogy a fej tíz férája van, ez nem így zajlik le. Ott ugyanis nem találhatkoztatunk ilyenfajta tusakodással a fény és a szűrő között, mert miután a visszavert fény, ott még nem tekintető igazi edénynek, hanem olyan csíra állapotú edény, klínek, edénynek, ezért a benne lévő fény még nem minősül valódi belső fénynek, ennél fogva az ezt körülvevő körülve fény szintén nem könythető el, és minthogy még nem különböző meg a belső és a külső fény egymástól, ezért olyan jelenség, hogy a belső fény és a külső fény egymástól csapódjon, a fej, a fej tíz estében nem elmíthető, kivéve csak azok után, hogy a fények a pektől lefelé a test tízfirájában áramlanak, mivel hogy a fények beöltöznek az edényekbe, a pektől lefelé a elhelyezkedő tíz amit a gufnak nevezünk, és akkor a külső fény és a belső fény egymásnak csapódik. Tehát a rajznak megfelelően kérdezzetek, mert itt ebből lehet megérteni, mi történik magyarul. Tehát itt van az ormakif, a kék, a re, ugye reformál a fény, ott van a szűrő, az, a, az a, a testen belüli szűrő, oda már nem tud lemenni a belső fény, tehát ott az üres terület, Ugye ez a tabúr egyébként, csak mondom. Tehát e, itt van egy szűrő, az a köldöke a parcofnak, és itt meg van szorítva az orr primi, és a többi fény az körülelő fény, ez a, ugye most egy másik rajzon ugyanezt mutatja rá, a kör alakú rajzon, és kiderül, hogy egy tusakodás történik itt a két fény által, mert ezek el akarják törölni a, a, a szűrőt, hogy a teljes fény beáramolson a parcolóba. És világos, hogy ez hogyan történik, nem? Világos, hogy történik? Mi a problémád, gyakokkal? Látom a szemed, hogy nem tisztán. Mit nem érted? Tehát mondjuk nem is mondom, mit szeretném, vagy mit nem mondja, mondjuk egy példát. Tehát adnak neked valamit, amit, amit, amit mondj már egy olyan kaját, amit szeret. Valami gyümölcsöt. Jó. Ez nem egészséges, de egy -e fene. Tehát. Tehát kapsz egy tányér kaját. És megeszed a kaja 20%-át. 80 et nem eszed meg. Amikor ezt a 20%-ot megeszed, akkor ézed az ízét. De nem eszed meg a 80%-át. Mert milyen íz tudnám még hozzáadni? Hát mi történik benned? Te nézed a tányérodat. Érzed a tusakodást. Mi tart vissza, hogy ne edd meg mindent, mert hízlal? Hát a fontosság. Így van. Tehát neked fontosnak kell lenni, hogy ellenállj, hogy el, mert egészséges szeretnél maradni, jó alakú. Tehát az örömön túl, amit az jelent, hogy betömöd magadba, befejezed a kaját. És az öröm, akár az, hogy te jól néz ki a következő néhány hónapban, meg egészséges maradj. Tehát a jövendőbeli öröm az segít neked most. Mert nyilván nem most látod, hogy te jól lakó vagy, megegészséges, ebből a jövőbe látó fény beleöltözik a pillanatnyi helyzetbe, és, és, azt a, és a hiány, ami ma hogy meged mindet, oda képítesz egy szűrőt. Tehát ahhoz, hogy te képes legy ellenállni annak, hogy megedjél a 20%-nál többet, mert ugye azért életted meg, mert a 20 on keresztül megkaptad az ízét, hogy micsoda örömet ad neked, az be kéne tolni az egészet, mert azt érzed, hogy nagyon finom volt, és akkor egy hatalmas tusakodás indul benned. De ha nem etted volna meg a 20%-ot, nem lenne ez a tusakodás. Ami azt jelenti, hogy a megszorítás az nagyon nagy keménységet ad neked, mert ha már megkóstolod, akkor rögtön tudod, hogy mi az, ami amit be akarsz fogadni az edényedbe. Udarab dolog ez. Tehát ha a vágyat, a kielégülés megkóstolod, nagyon nehéz megállítani. Tehát innentől kezdve az üres edényeid azok követelik, hogy ki legyenek töltve, mert tudják az ízt már. Hát nézd meg, ez az életben hányszor buknak meg az emberek ezen. A bitus az iszonyjára válik minden megelőző érzék alapján ezért az új edények bevonása nagyon lényeges, mert nektek föl kell emelni a teremtőhöz új edényeket, de nem tudod megcsinálni, hogyha a teremtő fontossága közben nem növekszik benned, mert az új edények beroppantanak a vágyjal, amit rád tesznek. Akkor a teremtő az az, hogy ne kapjak meg? Nem, nem, nem. A legfontosabb dolog az összetapadás vele, hogy olyan válj, mint ő. Tehát nyilvánvalóan ezt a, a, Tehát, hogy egyre többet kap tőle, mint 20 csak az a baj, hogy azért nem tudsz tőle többet kapni, mert akkor már nem lesz olyan, mint ő. Tehát annak érdekében, hogy a döntés fent tud tartani, ahhoz neked kell látnod a teremtő erejét. Hogy mit akarsz megszerezni. Oké, de akkor itt... Tehát ez mind azért teszem, hogy összetapadja a pere. Hát miért tennéd? Hát ez egy, az egész parcuf az adakozni akar. Ez egy szent parcuf, mert már megvan benne ez a vágy. És azért, mert 20%-ot megkap, ezért, tudja, ezért tud ellenállni. És itt kell megérteni, hogy ezáltal a 100% elérése az mivel érhető el, hogy 100% fényt tud kapni. Hát mindenki mindenkit a nyoma száz százaléknak az ereje, hogy meg akarja szerezni. De azt tart ellent, hogy meg akarja szerezni a teremtő formáját, és ezért úgy fogja magát látni, hogy ebben az ápolban nem tud megmaradni. Mert ha már megkap többet, akkor az már a megszerzés a megszerzés érdekében lesz. Bár ez megfelelne a teremtés alaptörvényének, de nem akarja ezt megtenni, ez az ellentmondást feloldani, csak úgy tudja, kiüríti magát. De a, de a három állapot között, tehát az üres valamennyit adakozik, üres állapot között bizony valamennyit tudott adakozni a Teremtőnek. És ezáltal, miután visszatér az üres állapotba, egy új érzéki különbözet jelenik benne, egy új hiány. A Teremtőt még jobban érzékeli. Tehát úgy indul a folyamat, és akkor megköltődik a gágát, amúgy jön az ab a párcufa. Tehát a magyarul, van először egy fény, egy mert nincs fény, meg van szorítva, aztán szűrődt azt megára, valamennyit adakozni tud, aztán újra kiürül. Tehát akkor mi az, ami az egyik pillanatról a másikra változik? Ugyanaz a tányér van, akkor mi változik időről időre? Ugyanazt a tányért látod, én bármit tehetek, amit érzek, de ami igazán változik, az a teremtő nagyszerűségének az érzése, az összetapadásnak a vágya, amely megadja a képességet, hogy ellen tudjak állni azoknak az ízeknek, amik ebből a 20%-ból áramlanak. Tehát, hogy valóban én fel tudjam őt ismerni, és örömet őt neki okozni. Azaz, a fény, az fény, az edény, az edény, és az én szűröm, az állandóan ilyen módon változik. Oké, de az akkor a teremtőnek a nagyszerűsége az a, az a kli. A, a teremtőnek a nagyszerűsége, mondja a nem, az nem egy Igen, tehát a, inkább azt mondanám, hogy amilyen erejű szűrőt vagy képes a vágyra tenni, az a teremtő nagyszerűsége. Oké, de akkor a teremtőnek a nagyszerűség, amit az embernek, ez az, amit nekünk állandóan látni kell, és... Persze, hát az adakozás a megszerzés érde... a beszélés az adakozás érdekében így épül föl. Ezzel kell a csoport. Ők segítenek a szűrők kiépítésében. Mert ha nem látod a teremtőnek a nagyszerűségét, akkor nem fogsz ellenállni a vágyaknak. És most megyünk a lecke következő részébe. De miután, mielőtt megtesszük, én éneklünk egy